Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Új, várva várt fejlesztésekbe ruháztam be. Gondolom, ismeritek ezt a hangot, airsoftosok. Igen, ez a fájdalmas hang a Highcap táraknak a hangja. Úgyhogy eljött az idő, hogy beújítsak. Vásároltam 5 darab midcap tárat. Ugye itt csak 4 van, valamint egy a fegyverembe. Ennyi fér bele a chest rigbe. Szóval, ja, végre megszabadultam a csörgéstől. Nagyon vártam rá, és igazából összegyűjtöttem egy kis pénzt, berendeltem a tárakat, bejárattam őket, most nem lesz kicsomagolós videó, bejárattam őket, és igazából már használatban vannak, a következő játékon már ezekkel fogok játszani, és végre kicsit realisztikusabbak lesznek a játékok, mert gyakrabban kell tárat cserélni, használni a tárdobót, meg ilyesmi. Szóval szerintem ez egy nagyon jó dolog, ez a midcapezés. És már most bejönnek 140-es, kapacitásuk van, 140 BB fér beléjük. Ugye, hát egyszerű midcap tár. Teljesen más elven működnek, mint a highcap tárak. Ugye ebben egy nagy rugó van, és azt tolja föl a BB-ket, mondhatni egy sorban. A highcap meg teljesen máshogy működik. Ugye itt tudjuk betölteni, valamint ott adagolja fel a fegyverbe a BB-ket. Az alján nem található semmi, se tekerő, se semmi, mint a highcap-eken. Csak egy ilyen kis gomb, amivel szét tudjuk szedni a tárat. Szóval nagyon egyszerű, letisztult szerkezet, nem zörög, nem csörög, masszív, fém, szóval ja, amúgy a Sima gyártmánya, és AK-47-eshez, valamint AKM-hez használható tár. Kilőttem velük körülbelül egy olyan 4-500 BB-t, és semmi baj nem volt velük. Bejáratás az úgy zajlott, hogy megfújkáltam egy kis szilikonsprével, az alján is belefújtam egy kicsit, ezt írja elő a gyártó, valamint ezt érdemes megcsinálni minden tárbejáratás előtt. Aztán beleadagoltam egy olyan 10-20 BB-t körülbelül, azokat kilövöldöztem, utána 30-40 BB-t, azokat is kilőttem, utána 50-60-at, és gyakorlatilag így haladtam addig, amíg elértem a maximális kapacitását, a 140-et, és így belettek járatva a tárak. Ezt minden megcsináltam, teljesen jól működnek. A töltésük úgy zajlik, hogy van egy ilyen kis szerkezet, ami úgy néz ki, mint egy pisztolytár, ez egy gyors töltő. Bármilyen airsoftos boltban, webshopban meg lehet venni, körülbelül 1000 forint, 1000-1200 forintba kerül egy ilyen. Ez jelen pillanatban egy 90-es kapacitású, 90 BB-t befogadó gyors töltő. Ezt csak simán beletoljuk a tárnak a nyílásába, és elkezdjük nyomkodni, és így hármasával, négyesével tolja bele a BB-ket. Nagyon egyszerű, de gondolom ezt már nagyon sok airsoftos tudja. És akkor így tudjuk megtölteni a tárat. Nyilvánvalóan egyenként mindegyiknél meg kell csinálni, és akkor tele lesznek a tárak, simán berakjuk a chest rigbe, vagy a taktikai mellénybe, a tárzsevekbe, és akkor mehetünk játszani. És tényleg nagyon jó ez a realisztikusabb dolog, hogy nem 500 lövésenként kell cserélni a tárat, hanem 100-140 lövésenként kivesszük, bedobjuk a tárdobóba, új tárat be, szóval ezt majd látni fogjátok a következő videóimban. És tényleg nagyon örülök neki, hogy végre váltottam midcapre, és ez már nagyon kellett. Maradt 3 darab highcapem, igazából ezeket meghagyom, nem domom ki, meg nem adom el, meghagyom őket tartalékba, ha esetleg valami gond adódna az új tárakkal. A chest rigemen látható, hogy még maradt 2 darab pisztolytár zseb, és igen, ki fogom őket használni, szóval lesz egy pisztolyom hamarosan, az a következő beruházás. Egy elektromos Simát szeretnék venni, egy Glockot. Tudom, most nagyon sokan kifogtok akadni, hogy nem azt, amit ígértem, meg amire gondoltam, ugye nem full fame gringázos Beretta, vagy esetleg automata gázos Glock. Igen, nincs rá most pénzem, jelen pillanatban nem tehetem meg, úgyhogy egyenlőre veszek egy ilyen elektromos pisztolyt, azután majd egyszer beruházok, hogyha egy kicsit több pénzem lesz, beruházok egy full autó Glockra valószínűleg, szóval már ezt is tudjátok, hogy lehet, hogy olyanom lesz, de először az elektromos Glockot fogom beszerezni. Valamint tudjuk, hogy az elektromos térre is kiváló, a gáznak télen eléggé leesik a nyomása, gondok vannak az adagolással, stb. Gyengén lőnek a gázos fegyverek télen, szóval mindenképp most ezt az elektromosat megveszem, és akkor térre lesz egy jó kis pisztolyom. Ja, majd arról is csinálok nyilvánvalóan bemutató videót. Valamint még nagyon nagy előny szerintem az elektromos pisztolyoknál, hogy tud full autót, ugye nem mindegyik olcsóbb kategóriás pisztoly tudja ezt. Valamint az ára és a tárak ára. Körülbelül 2-3 ezer forint egy tár egy elektromos Glockhoz.
míg a gázosokhoz akár ilyen 9000 forint is lehet. Oké, én azt mondom, elég a dumából, nézzük az AK-t, ugye ez a videó címében is benne van, szóval csekkoljuk le, hogy mi változott rajta, hogy néz ki, milyen lett, hogy funkcionál, nézzük. Itt a drágaságom, a kis Sima AK-47-es, jelen pillanatban így néz ki. Igen, végre került rá egy sínes tokfedél, 20 mm-es sinnel, így a red dot hátra került, ami nagyszerű, mert ugye ez egy háromszoros nagyítású red dot, csináltam róla már videót, nézzétek majd meg. És közelebb van a szememhez, így sokkal, de sokkal nagyobb a látótér jelen pillanatban ezzel a red dottal, mint ezelőtt volt, ugye amikor itt ült fönt elő a red dot. Nagyon jó tényleg, a súlyelosztás sokkal jobb lett. Ugye úgy nézett ki eddig a fegyver, láthattátok az előző Airsoftos videómban, hogy ez a powerbank, amit, ja, félig letekertem szikszalaggal, de majd folytatom, és akkor teljesen fekete lesz. Szóval ez a 10.000-es powerbank itt ült elől, fönt, és olyan szinten előre húzott a fegyver, hogy játék végére a bal kezem, meg a csuklom teljesen kikészült, és sajgott olyan 3-4 napig. Szóval teljesen újra kellett gondolni a fegyvert, mindent leszettem róla, amit csak lehetett, és tényleg újra gondoltam, hogy hogy is lesz ez, mert hosszú távon nem volt úgy jó. Így kapott egy ilyen előső markolatot, ami gyakorlatilag nem is egy markolat, hanem egy ilyen ferde kéztámasz, amivel szépen be tudjuk húzni a fegyvert a vállunkhoz, és egy igen kellemes és stabil tartást tudunk vele biztosítani. Valamint a csuklónkat se töri, annyira, mint hogyha így megfognánk a fegyvert simán, ugye így kitekeri egy kicsit a csuklót, így meg nem. Többféleképpen lehet ezt fogni, én így szoktam, ide teszem az ujjamat, így találtam a legkényelmesebbnek, rengeteget kísérleteztem vele, de ez jött be. Ide rakom az ujjam, valamint így ráfogok. És nagyon jó, tényleg nagyon kényelmes, és nagyon biztos tartást ad a fegyvernek. Tudom, ez igazából nyugati fegyverekhez lett kitalálva, legalábbis az emberek ahhoz szokták használni, azokhoz, M4-ekhez, M16-okhoz, akár AR-15-ökhöz, de az AK-n is szerintem egészen jól mutat, és még nagyon, nagyon kényelmes is mellé. Ugye, mint tudhatjátok, eddig ezt az előső markolatot használtam, ami jó volt, szép volt, bipodos volt, már amikor volt, de sajnos kitört belőle az első játékon a bipod, így már nem láttam értelmét, nem is túl könnyű, nem is túl kényelmes, ugye itt fönt van egy ilyen nagy bunkó rajta, sinekkel, ami eléggé zavarja a kezemet, amikor itt megfogom. Szóval őt sajnos leselejteztem, ez van, rip, bipodos markolat. Most már nem ő lesz a fegyveremen. Aztán, még ezt is meg szeretném mutatni, beszereztem egy ilyen markolatot is. Ez egy nagyon kis, egyszerű, kompakt, könnyű előső markolat. Gyakorlatilag teljesen fel tudjuk tolni eddig a kezünket, ami eszméletlen kényelmet nyújt. Valamint félig is, ha fönn van a fegyveren, így félig a fegyvert fogjuk, félig a markolatot, azt is meg tudjuk vele csinálni, valamint nagyon rövid tartalékba lesz igazából ő. Nagyon-nagyon gondolkodtam, hogy ez maradjon, ez a ferde markolat, vagy azt rakjam föl, mind a kettőt kipróbáltam, de egy picikét ez kényelmesebb volt, valamint kompaktabb, és nagyon fontos érv emellett, hogy tárazáskor, látjátok, nem ütközik bele a tár. Míg ebbe egy kicsit beleütközött, és pont annyira zavart, hogy inkább ezt válasszam. Szóval nyugodtan tudok tárat cserélni ezzel a markolattal. Ugye, mint ahogy azt láttátok, eddig ezt a gyári tokfedelet használtam, ami csörgött, elég rendesen csörgött, szóval most már a fegyverem hangja is egy kicsikét jobb, majd hallhatjátok, és nem volt rajta sín. Viszont könnyű volt legalább, ez egy érv szól mellette. Ja, őt lecseréltem, és most felkerült a fegyverre a sínes, amivel meg tudom csinálni ezt, figyeljétek. Hoppá. Ja, ezt a másikkal nem tudtam megcsinálni. Nem tudom, mi értelme van, de amúgy tök jó meg minden. És vissza is tudom zárni. És nem lötyög, nem zörög, nem csörög, sem erre nem mozdul el ez a sínes tokfedél. Igazából Taiwangánról rendeltem ezt is, és elég rendesen átvágtak engem ott, mert azt mondták, hogy nem jó a CM28 ára, de azért megrendeltem, utána néztem egy kicsit fórumokon mindenhol, és megrendeltem, és jó rá, innen is üzenem a Taiwanganos supportnak, hogy működik vele, és jó. Ja, szóval most így állunk. Igazából egy kicsikét tényleg alakítani kellett a fegyveren, de tényleg nagyon minimálisan. Annyit kellett tennem,
hogy itt az irányzékot ki kellett kapnom, ami itt látható. Ugye a régi gyári irányzék. Valamint ezt a laprugót ki kellett alóla vennem nyilvánvalóan, és 4-es fúrószárral meg kellett itt fúrni. Tényleg az egy minimális tágítás rajta. 4-es fúrószár, ez kb. Olyan 3,5-es lyuk lehetett. Szóval egy minimálisan meg kellett fúrni, de passzol az AK-ra tényleg ez a tokfedél. Szóval ajánlom mindenkinek, eszméletlen jó, és nagyon kiegyensúlyozott lesz tőle a fegyver. Most már egyáltalán nem húz így előre. Beszéltem erről a külső aksiról, és úgy döntöttem, hogy ő hátra fog kerülni. Ide a tusra, hoppá, szegény AK-t odavágtam közben a szekrényhez, nem baj, túléli. Szóval itt lesz fönt valószínűleg ez a külső akkumulátor, és így lesz tökéletes az összhang, valamint a súlyelosztás. Kameratartót ott láthatjátok a fegyver elején, és itt van a scope-kemem. Ezekről fogok külön csinálni egy videót majd, a kamera összeállításomról, valamint az egész technikáról. Erről most nem szeretnék különösebben beszélni. Viszont annyit még megmutatok, hogy így megy rá a selfie kamera. Simán bepattintom, és rajta is van. Ja, ez vesz engem így szemből, amikor célozgatok. A ferde markolathoz ennek a helyére, ugye itt van egy ilyen kis kiálló cucc az ujjunknak, kaptam egy ilyen simát is. Szóval, ha ez valakit zavar, akkor nyugodtan le lehet cserélni egy simára, és így nem fog itt kiállni semmi. Ezt még meg szerettem volna említeni. Nagyon kis testre szabható kényelmes markolat tényleg. Még a sisakról szeretnék néhány szót ejteni. Aki szemfülesebb volt és látta az előző videómat, az megfigyelhette, hogy itt hátul kiesett az egyik csavarom játékon. Igen, sajnos kiesett, nem húztam meg játék előtt. Innen is üzenem mindenkinek, akinek Mitch 2000-es sisakja van, hogy nagyon figyeljen ezekre a kis csavarokra, és húzza meg őket minden játék előtt. Én igazából kicseréltem az összes csavart, mivel egy eltűnt, és egy új szettet kellett volna rendelni, ami elég drága lett volna, 2000 forint lett volna 4 csavar, nem tudom, hogy miért, de annyi. Megnéztem, miben ilyen annyi, az volt a legolcsóbb, szóval bementem a csavarboltba, vettem 5-ös csavarokat és önzáró anyacsavarokat, becsavaroztam, ezek már nem fognak kiesni, az biztos, de azért még vettem plusz 5 darabot, hátha kelleni fog egyszer. Szóval ja, most a sisak meg lett csinálva, nagyon jó. Kapott itt egy szellőzőjukat, lehet hülyének néztek, de tényleg kifúrtam. És szerintem annyira nem is csúnya így. Írjátok meg a véleményeteket, nagyon gáz. Valamint itt oldalt is kapott egy szellőzőjukat, ami alig látszik, mivel ott van ez a tépőzár, és a másik oldalon is itt kapott egy szellőzést. A pántokat összevartam, hogy ne csúszkáljanak szét, érdemes beállítani egy méretre, ahogy kényelmes nektek, és összevarni a pántot úgy nem fog elállítódni. És a cérnát ugye el is lehet vágni, bontani, hogyha nem jó, vagy el akarjátok adni a sisakot. Szóval ez egy oldható kötés, mondhatjuk úgy. A sisakról is készítettem videót korábban, megtekinthetitek fent az i-betűre kattintva, csekkoljátok le, és hogyha tetszik, akkor tudtok vásárolni a linkemen keresztül, ami lent lesz a leírásban. Ebben a leírásban is, valamint a másik videónak a leírásában is. És most már tényleg elköszönök, mert túl hosszú lesz a videó. Írjátok meg nektek, hogy tetszik az AK, milyen lett, valamint mennyire praktikus szerintetek ez a sínes tokfedél, valamint ez a markolat. Találkozunk legközelebb, én Dani voltam. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, valamint iratkozzatok fel. Jönnek további airsoftos tartalmak, ezerrel, nyomatom, szóval. Köszi a figyelmet, sziasztok!